Ez a csöplány először szánkózik Szolnokon. Hétvégére megtelt a hóágyúzott szánkódomb a Várkonyi téren. Ragyogó napsütésben, kiváló hangulatban kapcsolódhattak ki a családok. Abonyban jöttünk át Szolnokra szánkózni, mert a környéken nem volt olyan szánkózó részhely. Mennyi időt szántok ma erre a programra? Hát szerintem egy olyan másfél óra, két óra hosszát. A legkisebbek áhítattal nézték a havat. Akadtak, akik az egész délutánt itt töltötték. Nagyon örülünk neki, de legfőképpen a gyerekek örülnek neki. És mi örülünk, hogy ők örülnek. Mennyi időt szántatok ma a szánkózásra? Hát szerintem most körülbelül egy 3 óra szerint már itt vagyunk. De még egy órát biztos, hogy maradunk. Megunhatatlan? Hát én már kezdtem unni egy picit, de a gyerekeknek igen, megunhatatlan. Úgy látom, igen, nagyon jól érzik magukat. Álmos 4 éves korában szánkózott utoljára Szolnokon. Azóta nem volt akkora hó a megyeszékhelyen. Nagyon jól érzem magam, mert alig volt egész télen hó, és ezért, hogy most hóágyúztak, ezért most nagyon örülök, hogy tudok szánkózni. Szerinted hányszor csúsztál ma már le? Még csak mintha 2 vagy 3-szor. És mennyit fogsz még? Sokat. Körülbelül olyan 5 éve nem szánkóztam, csak a Mátrába. Mit szólsz ahhoz, hogy most már Szolnokon is van hó? Örülök neki, hogy egy kicsit tudunk szánkózgatni a barátnőkkel. Nem is tudom, talán 5-6 éve lehetett úgy nagyobb hó itt Szolnokon. Úgyhogy óriási köszönet a város vezetésének, hogy lehetővé tette ezt, hogy hát amint látszik, jó pár gyereknek örömet okozott ezzel, hogy sajnos a téli körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy normálisan csúszdázzunk. Kislányom is nagy szeretettel vette ezt, úgyhogy hát leteszünk, amíg csak tudunk. Végre leporolhatták a szánkókat, a csúszkákat, és hódolhattak az egyik legkedveltebb téli tevékenységnek. A legkülönfélébb alkalmatosságokat próbálták ki a hóágyúzott dombon. Egy egyszerű zsák épp olyan örömet okozott, mint a speciális eszközök. Ez egy snowboard! Ezzel akár még rá is lehet állni, és úgy is le lehet csúszni, de abban igazából még nem vagyok jó. Most próbáltad ki először? Igen. A folyamatosan működő hóágyú 1 köbméternyi vízből 2 köbméternyi havat állított elő. Szombat délutánra taposható hómennyiség fette a Várkonyi téri dombokat. A város első műhavas szánkópályája sokaknak örömet okozott hétvégén.